Az ukrán energetikai rendszert ért sorozatos orosz támadások miatt a lakosság hosszú távú áramlekapcsolásokra számíthat. A veszteségek olyan súlyosak, hogy bár a villanyszerelők éjjel-nappal dolgoznak, hetekbe, sőt hónapokba is telhet az infrastruktúra teljes újjáépítése. Bár Kárpátalját közvetlenül nem érte eddig támadás, az országos energiahiány miatt megyénkben is egyre gyakoribb a villamos energia lekapcsolása. A Beregszászi kistérségben a a települések többségében nem ritka a 12-18 órás áramkimaradás, némi indulatokat generál a lakosság körében. A fűtési szezonnak még csak az első hónapjában vagyunk, és már óriás a felháborodás. Én azt hiszem, hogy megértéssel is kell egymás irányába, hogy más legyük. Látjuk azt, hogy mi történik a a kárpátai energiállátással, és e, e, mikor azt hallom én is az illetékesektől, hogy ettől még csak rosszabb jöhet. Én szeretnék jó híreket mondani a tévénézőknek és a Beregszászi kistérség lakosainak. Nem tudom ezeket a jó híreket elmondani. Mi csak azt tudjuk megtenni, hogy anyagi lehetőségeinknek és hozzáértésünknek megfelelően, kompetenciáknak megfelelően lépéseket teszünk azért, hogy lakható tudjon maradni, de hát ha napi 12-16 órás lekapcsolások vannak bizonyos zónákban, bizonyos zónákban pedig nincsenek, és most a városházán van világítás, van elektromos áram, de tegnap nem volt egy fél napon keresztül. Mindig azt keresjük, hogy ha másnál nincs áram, akkor, akkor az megnyugtató valakinek. Ez nem jó az sem jó út, hogyha azért vagyunk idegesek, hogy másnál miért van villany, és nálunk meg miért nincs. Ezek az energetikában dolgozó szakemberek, ezek nagyon néz helyzetben vannak. Most ők parancsokat teljesítenek, és a kapacitásnak és a felhasználási igénynek megfelelően kapcsolják vagy be, vagy ki ezt a hálózatot. Az elnöki rendelet értelmében a kistérség területén 25 melegedőpontot hoztak létre, amelyek bár nem jelentenek megoldást, de ideiglenes alternatívaként szolgálhatnak a lakosság számára. A melegedője kapcsán el szeretném mondani, hogy nyilván vannak olyan meglátások, hogy nem ez a, a járható, nem ezt kellene csinálni, de valamit kell tennünk. Háromot nem tudunk gyártani nem tudunk áramot adni esetleg csak generátorokon keresztül, akkor megtettük azt, amit az első, az első lépcsőfoknál megtehettünk, ezeket a melegedő pontokat elláttuk generátorokkal, és ahogy fog nőni az igény ezekre a melegedő pontokra, úgy fogjuk ezeket bővíteni. A Beregszászi kistérségben az elmúlt hét folyamán hagyták jóvá a határozatot, melynek értelmében a tömbházak házak lakóközösségei áramfejlesztő beszerzése esetében a vételár 50%-át visszaigényelhetik a kistérségtől. A visszatéríthető összeg felső határát 30 ezer hrivnyában határozták meg. A lakóközösségek számára az első generátort már a mai nap bekapcsoltuk, tehát lesz olyan, lépcsőház egy bereg, a Beregszászi lakó telepen a Muzsajuton, ahol már a generátor be fogja tudni adni az áramot a keringető szivattyúra, a kazára, a fali kazánra és a világításra. megértést kérek mindenkitől, és tudom, hogy ez nincs meg. De mi így Advent második gyertya gyújtása előtt nem tudunk csak arról beszélni, hogy minden rossz. Hát azért kicsit látnunk kell, hogy a katonáink sokkal rosszabb körülmények között vannak a lövészárkokban. Vannak olyan városok, ahol több hete nincs áram nem pedig az, hogy 18 órás kikapcsolás van. Kérek mindenkit, hogy segítse a közösséget, segítse a szomszédját, segítse a rokonságát. Minél többen fognak lakni ezen a télen. Egy helyen annál könnyebb lesz elviselni ezt a nagyon nehéz paraméter sorozatot. Babják Zoltán polgármester kihangsúlyozta, a kistérség vezetőségének nincs befolyása az áramszünetek ütemtervére. Tegnap Kárpátalja kormányzójával tanácskoztam ebbe a témába. Még itt a kormányzó úr ugyanazt mondja, amit én mondtam egy héttel ezelőtt is, hogy csak tanácsi joggal és kérésre ráhatással van az a Zakárpát Jobblenergo kikapcsolási grafikonjához. Ez egy szakmai kérdés, energetikai szakmai kérdés, nem lehet politikai kérdés. Annak ellenére, hogy vannak olyan utcák, amelyek soha nem volt a kikapcsolva, de az Isten szerelmében meg kell érteni, hogy lehet az utca ugyanarról az áram kontúról van ellátva, ahol a kórház vagy a, a e, vagy a rendőrség. Tehát ezeket nem csak abban az esetben kapcsolhatják le, hogyha teljes leállás van Kárpátalján. Ilyen is lehetséges. Ezért szerezzük be azokat a generátorokat, és folyamatban van most is a beszerzés. Annak ellenére, hogy háború van, a beszerzési procedúrákat nem változtatták, meg ugyanúgy versenyt, tárgyalásunk keresztül tudjuk ezeket megvásárolni. Tehát a bürokrácia nem szűnt meg a háború jelentkezésével. Ezért szeretnék mindenkit értesíteni a, 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 az administratív helyzet mostani fennállásában. Sem az adminisztrációnak, sem az önkormányzatnak nincs behatása, hogy hol kapcsolják ki és mennyi időre. Az energetikusok hozzák meg ezeket a döntéseket. Mi kérhetjük és nyomatékosan kérjük is, hogy próbálják a bipoláris megoldásokat alkalmazni. Egyidejűleg legyen, ha nem fontosságú objektum van azon a vonalon, ugyanannyi időre legyen lekapcsolva az egyik utca, mint a másik utca. A polgármester összetartásra, kitartásra és a nyugalom megőrzésére szólította fel a lakosságot, mivel a télbeáltával egyre több problémát okozhatnak a hosszantartó áramszünetek.